Szeretettel köszöntöm a televíziónézőket! Önök a Göd TV Híradó, a Gödről bővebben, közös dolgaink és a Mozog Velünk sportmagazin mellett most kulturális magazinunkat láthatják Gödi Színek címmel. Érdik Rózsuzsa vagyok. És akkor most nézzük kulturális magazinunk rövidebb tartalmát. A Huzela Tivadar általános iskolában beszélgettünk a kulturális szervezővel. A szeptemberi kertkultúra kiállításról beszélgettünk a Kertbarátok klubjának vezetőjével, Antal György Bálinttal. Szeretettel köszöntöm a Huzela Tivadar két tanítási nyelvű általános iskolában egyik kulturális szervezőnket, Arany Tóth Ágnest. Szervusz, Zsuzsa. A legtöbb iskolában az évnyitó beszéd mellett mindig csak egy kis vers van. Itt a mi iskolánkban egy hosszú, komplett kis műsor. Miért? Ez valóban így van, a mi iskolánkban mindig egy komplett szerkesztett kis műsort szoktak látni a gyerekek, illetve a kedves szülők és vendégek az évnyitón. Vagy ha nem szerkesztett a műsor, akkor pedig mindig egy kis történetet kovácsolunk össze, amiben természetesen ugyanúgy versek, dalok is szerepelnek. Úgy gondoljuk, hogy a hosszú szünet után bizony nagyon nehezen jönnek vissza a gyerekek az iskolába, és talán egy picit jó kedvet tudunk nekik így varázsolni az évnyitó kapcsán azzal, hogy vidámabbak lesznek, vidám műsort látnak, és ezt a hagyományt szeretnénk folytatni is, mert mindig nagy sikere van. Reméljük, hogy így jobb szívvel, jobb kedvel jönnek a gyerekek iskolába. Nem nehéz mindig megújulni és újat alkotni? De valóban azt gondolom, hogy az évnyitó műsorok, meg talán minden más műsor szervezésében ez az egyik legnehezebb dolog, hiszen évről évre ugyanazok az események térnek vissza az életünkbe. És hogyha sikerül valamit kitalálni, egy jó kis történetet, egy jól megszerkesztett műsort készítünk, az mindig nagy öröm, de jövőre ugyanerre a témára, ugyanerre az alkalomra kell egy más témájú műsor, és bizony ez okozza általában a legnagyobb fejtörést és nehézséget. Ha már megvan a szikra, hogy miből építkezzünk, akkor már mindig könnyebb a dolgunk, de sokszor várni kell erre a szikrára. A szereplőket mikor és hogyan választod össze? Hát ebben szerencsére nagyon könnyű dolgom van, amikor a gyerekek az évnyitó műsort megnézik, akkor mindig egy nagyon lelkes csapat szalad utána hozzám, hogy Ági néni, jövőre mi is szeretnénk szerepelni, úgyhogy jelentkező bőven van. Mindig az a megállapodásunk, hogy az évzáró alkalmával jelentkezzenek nálam, akik még mindig úgy gondolják, felírom a nevüket, és akkor én a nyár elején már hozzákezdek a műsor összeállításához, megszerkesztéséhez, és akkor annak függvényében, hogy hány jelentkezőm van, úgy állítom össze a műsort. Minden darabban vannak első osztályosok, őket hogy találod ilyenkor meg? Hát ennek több módja is van. Vannak olyan gyerekek, olyan kis elsősök, akiknek a nagy testvére esetleg ide jár, és innen ismerjük őket, úgyhogy rajtuk keresztül tudjuk elérni a leendő elsőseinket. Illetve van nekünk egy óvisulink, ahol szintén sok kis leendő elsőst ismerünk meg, és ki is derül az óvisulis foglalkozások alkalmával, hogy ki az, aki nem fél a színpadon, aki talpra esettebb, aki szépen tud beszélni. Így hát ővelük szoktunk általában dolgozni. A szerepek válogatásánál szoktál szelektálni? A szereplők válogatásánál nem, mint említettem, akik jelentkeznek, minden kisgyereket be szoktam venni a műsorba, hiszen ha kedvük van szerepelni, ám legyen. Aztán nyilvánvalóan a szerepek beosztásánál már figyelembe veszem azt, hogy ki milyen habitusú, milyen vérmérsékletű, milyen adottságokkal rendelkezik, és a figurákat, a szerepeket már úgy írom meg, hogy mindig arra a kisgyerekre próbálom ráhúzni a szerepet, aki éppen azt a szerepet fogja kapni. Úgyhogy így veszem figyelembe ilyen szempontból. Mennyi időt igényel a felkészülés ezekre a közel fél órás jelenetekre? Hát ez egészen hosszú folyamat, de nem azért, mert folyamatosan ezen dolgozom. Mint említettem, a nyár kezdetével, a szereplők válogatásával indul a történet, és a nyár folyamán én folyamatosan kovácsolgatom ezeket a kis történeteket, általában egy kis történetet szoktam alkotni. Mindig hozzáteszek egy picit, elveszek belőle, találok valami jó dolgot, amivel megtöltöm, és szinte azt mondhatom, hogy ez egy egész nyáron át tartó folyamat, de nyilván nem megállás nélküli, hanem apránként rakosgatom össze ezeket a mozaikokat. Az aktív munka, amikor már a gyerekek is itt vannak, az augusztus közepe táján indul, akkor én behívom a szereplőket, és onnantól kezdve bizony szinte minden nap, legalább két héttel a tanévkezdés előtt ők itt vannak napi 3-4, néha 5 órában, attól függ, hogy sikerül összeállni a műsornak, és akkor gyakorolgatjuk, egészen addig csiszolgatjuk, amíg úgy nem látjuk, hogy az már jó. Hogy érzed magad a fellépések alatt?
Jaj, nagyon izgulok. Tudom, hogy ezt nem szabadna, de igazából bennem is egy nagy-nagy druk van. Látom, hogy a gyerekekben is van egy egészséges izgalom. Azt gondolom, hogy ez természetes, és a legtöbb kisgyereket motiválja is. Általában nagyon ritka az, hogy leblokkolnának ettől, illetve azok a gyerekek, akik szerepelnek, kicsit általában rutinosabbnak számítanak, hiszen olyanok jelentkeznek. Én próbálom palástolni az én drukkomat, hogy ők ne érezzék ezt, de természetesen velük együtt izgulok a kis darab sikeréért. Mint felkészítő tanárnak évközben van más hasonló jellegű feladatod is? Az évnyitó műsor megszervezése az egy viszonylag önálló feladatkör, de emellett nagyon szívesen vállalok egyéb kulturális rendezvényeket és feladatokat az iskolában. Például a gyereknap szervezése szívügyem évről évre, úgyhogy ez mindig lezajlik, és nagyon szívesen bábáskodom fölötte. Illetve a vers és prózamondó verseny az, ami még nagyon közel áll a szívemhez és lelkemhez. Ezt is minden évben megszervezzük a gyerekeknek nagy-nagy sikerrel. Ez mindig egy várva várt esemény az alsó tagozatom. Ez hogy zajlik? Hogy jutalmazzátok? Mi a folyamata? A vers és prózamondó versenyen új hagyományokat, új alapokat fektettünk le néhány évvel ezelőtt, és ezt a gyakorlatot folytatjuk a továbbiakban is. Azt tudjuk, hogy nagyon sok kisgyerek szereti a verset és mesét, hál' Istennek, viszont nagyon sokszor fordult az elő, hogy a versenyeket követően pityergő, szomorú arcokat látunk, ha nem sikerült éppen elhozni egy helyezést vagy egy oklevelet, akkor néha előfordult az is, hogy esetleg elment a kedvük a vers, illetve prózamondástól. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy minden indulót jutalmazunk, akik ezen a vers és prózamondó versenyen elindulnak, hiszen megtanulták azt a verset, ez már nagy dolog, illetve mesét vagy prózát. Nagyon sokan igyekeznek szépen, hangsúlyosan, ügyesen előadni, és ezért azt szeretnénk, hogyha minden gyerek boldogan távozna, úgyhogy a minősítés az a következőképpen zajlik. Aki nagyon szépen, ügyesen el tudta mondani, felkészült, az minden esetben legalább egy bronz minősítést kap. Rettenetesen boldogok szoktak lenni tőle a gyerekek. Ezüst minősítést kapnak azok, akik kiemelkedtek azért a mezőnyből, és az arany minősítésnek ugyanúgy megvan a rangja és színvonal, hiszen azt valóban csak néhány gyerek csoportonként, évfolyamonként egy, esetleg két gyerek érheti el. Úgyhogy a színvonal és a rang az megmaradt, és a gyerekek kedve nem megy el, mert mindenki oklevéllel és valamilyen éremmel távozhat, legrosszabb esetben egy bronz minősítéssel. Úgyhogy ez a kedv mindig évről évre növekszik, és bizony hatalmas létszámban indulnak ezek a versenyek szerencsére. Ez is a célunk, hogy szeressék továbbra is a verset és a mesét, így megőrizhetjük. Honnan veszed az ötleteket ezekre a szerepekre, ezekre a darabokra, vagy térjátok a zenét? Változó. A zenét magát nem írjuk, általában alapzenékkel szoktunk dolgozni, viszont a szöveget azt mindig mi írjuk, mi magunk, teljesen a Huzella arcára formálva. Igyekszünk népszerű slágereket, vagy iskolával kapcsolatos zenéket, vagy éppen aktuális zenéket meríteni a darabba, mint például idén volt erre példa, az adta az ötletet, hogy ugye Báj Alex indult a dalfesztiválon, nagyon népszerű volt, és ezt igyekeztünk a mi arcunkra formálni egy picit, illetve a gyerekek számára népszerű SP, előad. Ők jobban szokták tudni, segítenek mindig az ötletbe, akkor ezeket a dalokat kiragadjuk, írok rá egy pici kis szöveget, ami kimondottan a Huzella iskoláról szól, a mi életünkről szól, és így tesszük ezt a mi arcunkra, a mi arculatunkra, és hozzuk közelebb a gyerekekhez és a szülőkhöz is ezeket a zenéket. Így áll aztán össze végén ez a komplett kis műsor. Ebből akár lehetne egy Huzella induló is. Igen, egyébként Edina néni, a könyvtárosunk, fel is vetette ennek az ötletét, hogy annyira jó kis Huzellás szöveg lett, hiszen a kollégák, pedagógusok, itt dolgozók, mind még a Portás bácsi is szerepel a dalban, hogy de jó lenne ebből egy Huzella indulót kovácsolni, vagy akár ezt magát át is emelhetjük. Úgyhogy az ötlet már megvan, lehet, hogy lesz belőle valami. Jövő évi tervek? Jaj, hát erről csak nagyon röviden annyit tudok mondani, hogy várom még a szikrát, még egyelőre nem körvonalazódott semmi. Bízom benne, hogy ez a hosszú tanév is ad majd egy-két olyan ötletet, egy-két olyan szikrát, amit majd tovább tudunk gondolni, és akkor jövőre is valami újat, valami mást, valami kedveset és vidámat tudunk majd az évnyitó műsorra ide varázsolni. Aranytóth Ágnes, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Thank you.
mi üdvözöl, mindjárt ideér, megremeg a föld. Csattog a varog, lesz van az ég, györdő riadó, megerek a ég. Pákat csupaszít, töri a mi zöld, hol van menedék, könyörög a föld. Csattog, dübörög! Hát hiába, ez már az ősz! Holnap kezdedik a suli, bogárkám! Remélem, idén jobban megy majd a matek. Na jó itt, bogárkám! Matek! Áj, iskola! Nem érdekel az egész! Elemér! Kapcsold már ki ezt a szörnyű zenét és aludj! Holnap iskola, hallod? Persze, hogy hallom! Kikapcsolom! Ma már legalább századszor hallom, hogy holnap iskola. Miért riogat folyton a sulival? Rémálmaim lesznek. Na, tegyük el magunkat holnapra. Ugye megmondtam, hogy rémálmaim lesznek? Bejött. Iskolával álmodni? Kezdődik a suli. Nem már! Nem igaz. Kellett ez nekem? Komolyan mondom. Hát... ez szivatás. Nekem tök jól telt a nyári szünet, nagyinál voltam a balcsin 3 héten át, és akkora hullámok voltak, tök szupi volt, a jégkrém pedig ott isteni. Én eléggé önetkoztam, mert vártam, hogy kezdődjön a suli. Normális vagy? Te vártad a sulit? Hát neked elmentek otthonról. De tök jó újra látni titeket. Az igaz, azért jó újra veletek. Hát ez mi? Mi ez a hang? Ott bőg valaki. Mi a baj? Miért sírsz? Na, ne itasd már az egereket. Mondd, miért sírsz? Ez az első napom az iskolába. Anyu elhozott a suliba, és elment dolgozni. Hát, hogy téged a suliba hozott, az tényleg siralmas. Meg tudlak érteni, hogy bőgsz. Maradj már, inkább vigasztaljuk meg. Jó, ne bőgjél, jó? Sára! Tudod mit? Gyere befelünk a suliba. Nem merek, félek. Hát én megértem. Sára! Ne félj, tök jó a suli, és rengeteg gyerek jár oda. És kedvesek a tanítónénik. Már aki. Tudom, Sára! Maradj már! Ti talán szerettek iskolába járni? Hát, a felnőttek is mindig ezt kérdezik tőlem. Mondd, Saci, szeretsz iskolába járni? A múltkor a Magdi nénnek azt válaszoltam, hogy nem tudom. Erre a Magdi néni összecsapta a kezét, és egészen oda volt, hogy miért nem szeretek iskolába járni. Talán nem szeretem a tanító nénit. Pedig én nem azt mondtam, hogy nem szeretek suliba járni, csak azt, hogy nem tudom, mert ez az igazság. Van, amikor szeretek suliba járni, és van, amikor nem. Egyszerű. Amikor tesi órán véletlenül én hajítom legmesszebb a kislabdát, és Gábor bátyú azt mondja, ez igen,
Akkor például kivételesen szeretek iskolába járni. És akkor is szeretek suliba járni, amikor Judit néni angolórán felemeli a füzetemet, és megmutatja a többieknek, hogy nézzétek, így kell ezt ügyesen megcsinálni. Amikor meg Peter teacher aját kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én. Na, akkor is szeretek iskolába járni. Na, megyünk mására. És akkor is jó a suliban, amikor a folyóson találkozunk az Attillával, akivel sajnos nem egy osztályba járunk, és ilyenkor oda kiabálunk egymásnak, hogy szia kifli, szia vödöd, és ezen csak mi ketten nevetünk, mert a többiek nem értik. Na, akkor is szeretek iskolába járni. Milyen gagyi duma már, hogy mi a szeretek iskolába járni? Ő meg ki? Áhagy, ez csak a merengő elemér. Merengő elemér? Aha, állandóan bambul és elalszik, még órán is, és minden zenét át irálmában. Nagyon vicces kis csehok, hi-hi-hi. Akkor bemeltek veled a suliba? Én is lehetek iskolás? Hát persze. Juhu.
torzolostól, Jani meg a portámosztól, Perci bácsi röplabdázik, sáncol is és nem hibázik, ő sosem. Nekem nagy kincsám, a én iskolám, az én húzellám, pitukon lájkolnám, az én húzellám, az én húzellám, mert mindig rám talál, ha nem is akarnám, az én húzellám, úgy tudolnám, ez így jó nekem, ha nincs egyesem, mert nekem nagy kincsám, az én iskolám, az én húzellám, pitukon lájkolnám. Az én húzellám, az én húzellám, mert mindig rám talál, ha nem is akarnám, az én húzellám, úgy tudolnám, ez így jó nekem, ha nincs egyesem, ez a hely. Elemér! Csak nem aludtál! Mondd vissza a tételt! Bocsánat, Luzi néni, egy kicsit zavaros az egész. Zavaros? A tétel? Tétel? Milyen tétel? Hát nem tudd fel, hogy az iskolában vagy. Dehogy nem, épp arról álmodtam, ezért szóval. Nekem ez az egész olyan idétlenül dili. Dili? Aha. Mi dili? A suli? Aha, nekem az egész iskola egy nagy dili. Dili a suli! Szóljon a sulipüli dilitel! Éljen a tanévnyitó! Éljen, éljen! Szeretettel köszöntöm a Gödi Kertbarátok Klubjának elnökét, Antal György Bálintot. Úgy tudom, hogy a Gödi Klubot ön alapította. Hogyan történt ez? 1970-ben másoktól függetlenül kitaláltam. Levelet írtam a Hazafias Névfront országos központjába, ahonnan kijöttek, és azt tanácsolták, hogy vegyem fel a kapcsolatot a Pomázi Kulin Imrével, hiszen ő már szervezett Kertbarát Klubot. Én fölvettem Kulin Imrével a kapcsolatot, aki segített nekem. Azt mondta, hogy keressen meg a Gödi Hazafias Népfront bizottságot, és kérjem a segítségüket. Ezt én megtettem, és így 1973. január 21-én 28 taggal meg tudtuk alakítani a Dunakanyar Kertbarátklubot, Hazafias Népfront Dunakanyar Kertbarátklubot. Mesélne még magáról pár mondatot? Természetesen. 1962-ben szereztem mezőgazdasági technikumi oklevelet Vácon, utána kerültem a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahol 1967-ben a mezőgazdaságtudományi karon szereztem agrármérnöki diplomát. Majd ugyanitt 1971-ben növényvédelmi szakmérnöki diplomát szereztem. Tulajdonképpen már fiatal koromban is, már technikusi koromban is a növényvédelem vonzott, így a
Gödi Dunamenti TSZ-ben növényvédelmi agronómus, majd növényvédelmi szakmérnök voltam. 1978-tól kezdtem verseket írni, 1995 és 2011 között 4 verses kötetem jelent meg, jelenleg az 5. verses kötetem kiadásán dolgozom. Azon kívül foglalkozok természetgyógyászattal, főleg a feleségem betegeskedése után kezdtem el ezzel foglalkozni, és a táplálkozástudományba szerzett ismereteimből írtam egy könyvet, 2012-ben jelent meg, a minőségi éhezés okozta tünet együttesek, avagy a hiánybetegséget című tanulmányom. Azon kívül 1979-ben megalakítottam a Gödi TK sakszakosztályát, és 80-tól a tábla melletti sakszakosztályt is azóta vezetem. 1998-tól vagyok a Mozgáskolától a Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének, Gödi szervezetének titkára. És 2008-tól ismét a Gödi Kertbarátklub elnöke. Én annak idején hallottam egy sztorit, hogy történt az, hogy Antal György Bálint följelentette Antal Györgyöt? Ez akkor történt 1971-ben, mikor szakmérnök lettem, és a termelőszövetkezet 3600 holdon gazdálkodott, és ehhez képest nagyon méltánytalan körülmények között tároltuk a növényvédőszereket egy sertésolban, és nem tudtam már mit tenni, hiába fordultam a vezetőséghez, hogy építsünk öltözőt, nem támogatták. Hát úgy döntöttem, mivel születési nevem Antal György Bálint, ezen a néven följelentettem Antal Györgyöt, hát ezen a néven, az Antal György néven voltam ismert. Följelentettem magamat a kölyálnál, a kölyáltól kijöttek, megvizsgálták a helyzetet, azt mondták a TSZ vezetésnek, ha 2 hónapon belül nem lesz fekete-fehér öltöző, méregraktárral minden, akkor mindent bezárnak, és a TSZ akkor csak bérmunkába permetezhet másokkal. Meg nagy volt a sürgésfordás, a vezetőség döntött, hogy a 33-as istállót kiürítik, a lóistállót mellő lebontják, és ki kell alakítani egy növényvédőszeraktárt. Juhász Károly építésvezető engem kért fel, hogy tervezzem meg a méregraktárt, én ezt megtettem, és valóban 2 hónapon belül a termelőszövet építőbrigádja fölépítette a méregraktárt. Mikor kész lett a méregraktár, azt mondták, na, te akartad a növényvédőszeraktár, akkor tessék, költözz be raktárosnak. Véleménye szerint a növényvédelmi kultúrát azt hogyan lehet bevinni a lakosság tudatába? Mindenféleképpen sajtóval, rádióval, tévével, internettel, kertbarátklubok szaktanácsadásával, előadásokkal, és mindenféleképpen kiállítások is ehhez segítenek hozzá, mikor bemutatjuk az egészséges termékeket. Tudomásul kell venni, hogy a növényvédelem nem egyenlő a vegyszeres növényvédelemmel. Van genetikai növényvédelem, amikor rezisztens fajtákat választunk. Van agrotechnikai növényvédelem, amikor forgatjuk a talajt, amikor trágyázunk, amikor vetésforgót vagy vetésválkást csinálunk. Van mechanikai védelem, amikor metszünk, amikor törzs kaparást csinálunk, amikor tisztogatjuk a fákat, amikor hernyófogó öveket helyezünk fel. Van biológiai védelem. A biológiai védelem, amikor hangyasavat, tejsavat vagy tatiszabogarat használunk a kártevőknek a elpusztítására. És van biovédelem, amikor különböző gyógynövényeknek a kivonatával, csalán erjesztéssel például, vagy régen volt a biokál nevű bioszer, ennek a permetezésével végezzük el a munkát. És természetesen van vegyszeres védelem, ma már nem olyan vegyszerek vannak, mint régen. Például van egy olyan készítmény, hogy rézmészkén nano SC, ahol olyan kicsi szemcseméretek vannak, hogy ez már nem perzsel. Például 200 nanométer a réznek a szemcsemérete, 500 nanométer a kénnek a szemcsemérete, és egy gram szernek a fajlagos felület, amit lefed a növényem természetesen oldatba, 26,8 négyzetméter. És ez olyan nagy szám, hogy csodálatos, és ezzel a permetlével gyakorlatilag egész évben lehet permetezni minden kultúrnövényt, nem perzsel, és megvédhető szintetikus növényvédőszerek nélkül. Visszatérve a kertkultúra kiállításra, lehet tudni, mikor volt az első országos kertkultúra kiállítás?
Hát, hogy az országos mikor volt, nem tudom. Mi 73 után, 1975-ben voltunk először az Omékon, akkor a megyék közötti versenyben Pest megyét képviselve a harmadik helyet értük el. Aztán 76-ban ismét részt vettünk az országos kiállításon, akkor a Kertészeti Egyetemen volt, és Piros Béla tagunknak barkácsolt univerzálos permetezőgépjeivel fődíjat nyertünk, és Konko István háti permetezőjével elismerő oklevelet nyert. Majd 1977-ben ismét részt vettünk az országos kiállításon, akkor Nagykörösön, akkor Dunakeszivel együtt voltunk ott, és szintén Pest megyét képviseltük, és Sziklai Gyula univerzális egy villanymotorral 17 funkciós barkásgépével ismét fődíjat nyertünk, és én a Vitamix különleges túlműsziklalommal elismerő oklevelet nyertem. Utána, 5 év után, 78-ban lemondtam a kertbarát elnökségtől, mások vették át, és ők csinálták. Természetesen a termékbemutató kiállításokat minden évben megrendeztük. Termékbemutató és kertkultúra kiállítás. Mi a különbség a kettő között? A termékbemutatón nem csak kertészeti termékek vannak, hanem kézimunkák, szőttesek, barkácsolt eszközök, fafaragások, tehát minden, amit a kertész még otthon hobbiból foglalatoskodik, ezzel színesítették a termékbemutatót. Mivel ez átkerült, ez a kiállítási anyag átkerült a Mozgáskorlátozott Pártoló Klubjára, ezért mi csak kertkultúra kiállítást csinálunk. A kertkultúra kiállítást, minden, ami a kertészettel kapcsolatos, a termékek, a szerszámok, a könyvek, folyóiratok, és ami nálunk még hiányzott, hiányzott a méhészet, azt jövőre szeretnénk bevenni, és hiányzottak az óvodások, iskolásoknak a kiállítási anyagai, amit szintén szeretnénk jövőre bevenni, és reméljük, hogy meg lesz rá a mód, és lesz foganatja ennek a kezdeményezésünknek. A szeptemberi kertkultúra kiállításon kik segítettek még? Nekünk van vezetőségünk, 5-tagú vezetőségünk, 3-tagú ellenőrző bizottságunk. Ezek az emberek, akik részt vesznek a vezetőségű ellenőrző bizottságban, kivették nagyon részüket a szervezésből. Gondoljunk például arra, hogy nagyon sokat kellett szállítani, például Üveges Imre utánfutós gépkocsival szállította a termékeket, Combos Lajos is szállított, Zombori László titkár fényképezett, a feleségem diszpárnákat készített, Kovács Antalné segített a csomagolásba, a tombolláknak a csomagolásába, mindenki kivette a részét, sőt a többiek részt vettek a ügyeletnek a lebonyolításába, és nem utolsó sorban tombola ajándékokat adtak. Voltak olyan támogatóink, például a Fújér Tibor élelmiszerbolt, aki gyümölcsöt adott támogatásba, vagy a Barkásbolt, akik szerszámokat adtak támogatásba. Úgyhogy azon kívül volt egy támogatónk, Farkas Dezsőné, aki különböző dísznövényeket, kaktuszokat ajándékozott nekünk a tombolába. Úgyhogy sokan támogatták a kertkultúra kiállításunkat, természetesen a főszervezés az enyém volt. Kik tisztelték meg jelenlétükkel a kiállítást? A kiállításra ellátogatott dr. Szent Miklósi Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a Kertszövetség újólag megválasztott elnöke, Nagy Kálmán, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, Kertszövetség alelnöke, azon kívül Lenkei György önkormányzati képviselő, a Szociális Bizottság elnöke, Kovacsik Tamás, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Azon kívül más településről is voltak vendégeink, Dunabogdányból 4-en, Petrik István elnök vezetésével a Dunabogdányiak, azon kívül a Budapesti Honvéd kertbarát körtől 2-en jöttek el, Komisszár Lajos, egyetemi tanár és Élő Anna egyetemi tanár. Hogyan lehet kevés vegyszerrel megvédeni a gyümölcsvákat, illetve mi az a növénystimulátor? Hát úgy lehet kevés vegyszerrel megvédeni a gyümölcsvákat, hogy van egy olyan öko növényvédőszert, amit úgy hívnak, hogy Ökonat Agro, ami tulajdonképpen 15 féle ecetsavat tartalmaz, és ezek az ecetsavak elpusztítják a kártevőket a fákon, és ezzel a
Ökonet agróval csak négyszer lehet permetezni egy évbe, gyakorlatilag 10%-os oldalba, tehát 1 liter kell 10 liter vízhez, ezzel kell permetezni négyszer, és hogyha elvégezzük a vegyszeres tavaszi lemosót, őszi lemosót, és 4 permetezést még Ökonet agróval közbeíthatunk, akkor gyakorlatilag meg lehet védeni, de természetesen, amit előbb említettem, a réz, méz, kén, nano estének az alkalmazásával is meg lehet védeni. Növénystimulátor az nem más, mint egy drót, amit föl kell tekerni a gyümölcsfának a törzsére. Ezt úgy kell csinálni, hogy a gyümölcsfának a törzsén, mikor szembeállunk a gyümölcsfával, bal kéz felé a drótnak a végét leszúrjuk a földbe, úgy 20 cm mélységre, és balról jobb felé tekerve, úgy, hogy ne érjen szorosan a fa törzséhez a drót, föltekerünk meneteket, 8-10 menetet kell föltekerni a gyümölcsfára. Mikor fölérünk a koronarészbe, egy alsó ágon át kell vetni, és csinálni kell egy 40 cm-es antennát. Az antennának a végére vagy piros, vagy sárga szigetelő szallagot kell tenni, úgyhogy lelógjon még róla, hogyha véletlenül beleütközünk, nehogy kiszúrja a szemünket, ezért, és ennek az antennának észak felé, az északi sarcsillag felé kell állítani. Természetesen déli féltekint csináljuk, akkor déli sarcs felé. És ez az antenna és a maga a stimulátor, ami nem más, vagy 2 milliméteres rézdrót, vörös rézdrót, vagy pedig 2-2,5 milliméteres horganyzott vasdrót, ezbe a drótba gyenge áram indukálódik, ez egy pulzáló gyenge áram, egy elektromágneses tér keletkezik, ennek hatására a növény edény alájába a folyadék áramlás meggyorsul, a meggyorsult folyadék áramlás következtében erőteljesebben fejlődik a gyökérzet, és erőteljesebb fejlődik maga a habitusa a növénynek, és berakódik termőrügyekkel. Természetesen, ha föltettük lazán ezt a stimulátort, akkor nem kell minden évben letekerni, meg föltekerni. Amikor összeszorul a törzsön a stimulátor drótja, akkor természetesen le kell tekerni róla, és újra föltekerni, és újra föltenni. És van egy olyan jó tulajdonsága ennek a stimulátornak, ha ez föl van téve a fára, azon a fán kártevő nem terel, és erre a fára nem másznak föl a hangyák. Természetesen van egy kis korokozós, kártevő, riasztó képessége, de nem ez a lényeges. Gyuri bácsi, az ön kertjében milyen különleges növények vannak, illetve honnan szerzi be őket, ha vannak ének? Vannak, nekem nagyon sok különleges növényem van. Például van nekem tüskétlen szeder, aztán Tyberry. A Tyberry a tüskés szedernek és a málnának a kereszteződése. Azon kívül van szibériai mézbogyó, négyféle fügén van, adriai füge, görög füge, kék hegyi füge és zöld hegyi füge, vannak óriás szilváim, aztán hát zöldségek közül különleges zöldségek, például a csicsóka, a mángold például, ami megtalálható a kertemben, de van például a gyümölcsök közül óriás rovlinka, óriás piros ribizli, nagy, ilyen hosszú fürtjei vannak, és van bőtermű piros ribizlin, Jonker vagy Tetsz. Szó volt a Közös Dolgaink című magazin műsorban, hogy mire van szüksége annak, aki szeretne létrehozni egy veteményes kertet. Kiegészíteni nekünk ezt még azzal, hogy milyen gyümölcsöt és zöldséget lehet megteremteni a legkönnyebben? Hát a legkönnyebben zöldségek közül, hát menjünk tavasszal előre, a zöld borsót például. Kétszeres gabona sortávolságra, 24 cm sortávolságra vetve, általában a kereskedelemben csávázott magok vannak, és az ellenálló. Zöldborsó után ültethetünk cukkinit, vagy patiszont, ültethetünk paradicsomot is, természetesen paprikát is, azon kívül mángold, vegyszerdékül, minden nélkül termeszhető, a rebarbara nagyon jól termeszhető, napsütéses helyen, nagyon vízigényes. Azon kívül a csicsóka bárhol a sarokba, a kert sarkába, kerítés mellett megnevelhető.
második, harmadik évtől kell felszedni a gumóját, októbertől márciusig fogyasztható, többféleképpen nyersen is, sütve is, főzve is, süteménybe, szendvicsre kenve, mindenféleképpen fogyasztható. Nagyon érdekes növény, és nagyon cukorbetegek is fogyaszthatják, édes. És van olyan növény, például a juliskabab, amit hosszú karókat fölrakva gúlába, fölfuttatható a kertbe, kis helyen is elfér, és zöldbabot nyerhetünk róla. A gyümölcsök közül nem kell permetezni a fügéket, nem kell permetezni a tüskétlen szedret, nem kell permetezni a diót, a mogyorót, ezeket mind megnevelhetjük permetezés nélkül. Az én egyik kedvenc zöldségem a paradicsom, az igényel különösebb védelmet? Igen, a paradicsom különösebb védelmet igényel, mert a bogyókon megjelenthet az alternária, fekete száraz betegség, feketesedés, megjelenhet a fitoftóra korán, már július vége felé megjelenhet a paradicsomvész, és elviszi az egész zöld felületet, ez ellen védekezni kell. Általában a résztartalmú permetező szerekkel érdemes védekezni, de aki nem akar permetezni, annak van egy módszer, a pécsi kertész Furulyás Demeternek a módszere, amikor egy-másfél milliméter átmérőjű vörösréz drótot, ami másfél-két centiméter hosszú, kihegyezünk, és a 20 centiméter magas palántának az 5-10 centiméteres magasságába átszúrjuk a szárát, ennek következtében úgy, hogy mind a két felén kilátszódjon, és belenőjön ez a kis tüske a paradicsomnak a szárába, ezzel a kis rész tüskével meg tudjuk védeni a paradicsomot nagy részében, hogy ne pusztítsák a kórokozók, viszont ha jelentkezik a fitoftóra, az mindig az alsó leveleken jelentkezik, sárgul és kanalasodik a levél, akkor ezeket a leveleket le kell törni, meg kell semmisíteni, és akkor gyakorlatilag meg van védve a paradicsom. Ha valaki az ön útmutatás alapján létrehoz egy veteményes kertet, és gyönyörű zöldséget és gyümölcsöket termel, akkor utána szeretne részt venni ezen a kertkultúra kiállításon, azt hogyan teheti meg? Hát úgy teheti meg, hogy jöjjön hozzánk Kertbarát Klubnak, lépjen be a Kertbarát Klubba. A Kertbarát Klub minden hónap első hétfőjén tartja a klub délutánjait a József Attila Művelődési Házba, januártól júniusig, illetve szeptembertől decemberig. Nyáron kertlátogatásaink vannak és kirándulásaink vannak. Nagyon szép, nagyon jó és nagyon szép közösséget építünk, szoktunk menni kirándulni, szoktunk bálokat szervezni, szoktunk bográcspartikat szervezni, és kapcsolatokat tartunk más kertbarátokkal. Most legutoljára szeptember 21-én voltunk a pomázi Porpáci Aladar kertbarátok meghívására Pomázon, ahol termékbemutató kiállítást is megnéztünk, és vendégül is láttak minket, városnézésen is voltunk, megnéztük a szerb templomot, a katolikus templomot, megnéztük Árpád vezérnek a lovas szobrát, úgyhogy nagyon szép kiránduláson vettünk részt, és jövő májusban a pomáziak jönnek hozzánk. De voltunk már Jászkíséren, voltunk Magyaroldon, voltunk Dunabogdányban, részt vettünk a dunabogdányiaknak a születi felvonulásán is, részt vettünk kertkultúra kiállításán is. Én már is kedvet kaptam. Antal György Bálint, köszönöm szépen! Köszönöm. Önök a Gödvárosi Televízió Gödi Színek kulturális magazinját látták. Itt örökítjük meg a város kulturális eseményeit, ezért szeretnénk, ha javaslataikat, észrevételeiket és akár ötleteiket is elküldenék a tv@goditemak.hu e-mail címre. Terveink szerint a következő adással 2 hét múlva jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További műsorainkat figyelemmel kísérhetik, sőt, a régi műsorokat akár vissza is nézhetik a www.goditemak.hu, illetve a Facebook oldalon. A viszontlátásra!